Családi napot szerveztek téten. Nagy Otto elmondta, fontos eredmény, hogy a különböző generációk együtt tudtak részt venni a programokon a téti sportpályán. A legfontosabb az, hogy ma a családok nagyon széllyel vannak esve. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy mindenki fut a munka után, mindenki fut a megélhetés után. A gyerekek az iskolába járnak, ugye naponta elhangzik, hogy mennyire túlterheltek. Már sajnos nincsen olyan, hogy a gyerek hazaszalad délbe, a nagymama megfőzött, nem kell félni attól, hogy valami baja lesz, nem megy el csavarogni, nem megy el a haverokkal mondjuk úgy, hogy rossz dolgokat csinálni, nincs alkohol, nincs drog, hanem az van, hogy a gyerekek, unokák, nagyszülők, szülők, azok együtt csinálják, amit kell. És ez ma hiányzik a világból. Én azt hiszem, hogy ez nagyon meglátszik a mindennapokon is, meglátszik az ifjúsági bűnözésen, meglátszik azon, hogy nem törődnek egymással, el vannak hanyagolva a nagyszülők, nincs arra idő, hogy egy ajtót nyissanak rájuk, és bizony ez hiányos a mai világban. Azt kell elérnünk, hogy a generációk, hisz erről szól az egész programunk is, összetartsanak. A generációk újra együtt legyenek. Nem mondom azt, hogy földszinten lakjanak a nagyszülők, emeleten a szülők, meg a gyerekek, aztán majd ugye ez megy körbe-körbe, mert ezt már nem lehet megvalósítani, hiszen a munka az mindig máshova szólítja az embereket. De az, hogy az együtt gondolkodás, az együttlét, az fontosabb legyen, az azért mi nagyon sokat tehetünk. Ezt igyekszünk ezekkel a programokkal, minden egyes programmal elérni. Mi az, amit eddig megtettek? Tehát én utaltam egy gyarmati programra, de ugye ebben az elmúlt időszakban, az elmúlt hónapban több program csatlakozott ehhez a rendezvénysorozat, vagy ehhez a projekthez. Annyi program van benne, hogy szégyellnem kellene magam, hogy ezt a három oldalt nem hoztam el és nem olvasom fel, mert fejből elmondani sem lehet. Szinte hetente vannak klub foglalkozások, a fiataloktól az idősekig, van, amikor a nagymama hozza az unokáját, van, amikor az anyuka hozza a gyerekét, mert nem tudja máshova se tenni, de pont erről is szól az egész, hogy együtt legyenek. Ezek a hetenkénti klubfoglalkozások a legkülönbözőbb témakörökben zajlanak, mindig arról szólnak, amiről éppen szüksége van a csapatnak, tematikusan elő van készítve természetesen az egész program, és ezen kívül pedig vannak olyan foglalkozások, amikor kimondottan képzést tartanak nekik, kiváló képző szakemberek. Két nagy sikerű, három napos képzés zajlott le eddig, még egy harmadik majd hátra lesz jövő márciusban. Az első az az együttműködésről szólt. Ugye erről beszéltem eddig is, hogy együttműködjenek az emberek, együttműködjenek egymással. Most ebbe a programba olyan sokan jelentkeztek, hogy akár kettő vagy három ilyen tréninget is tudtunk volna tartani, de sajnos csak egyet terveztünk be, egyre futotta. Ez arról szólt, hogy a kistérségben lévő, dolgozó emberek hogyan tudnak jobban együttműködni egymással a munkakapcsolatokban. Ezt igazából a tréner tudná elmondani, hogy mennyire nagy sikere volt, de én is beleláttam a dologba, és azt látom, hogy a másnapokban már másképp végezték a munkájukat azok az emberek, akiknek valamilyen munkakapcsolata van egymással. Mert megértették azt, hogy nem arról szól a történet, hogy irigylem a másik sikerét, nem arról szól a történet, hogy betartsak a másiknak, hanem arról szól, hogy úgy működjek együtt másokkal, hogy a közös célt azt sikeresen elérjük és megvalósítsuk. A második tréningünk az most van folyamatban, 12-én lesz az utolsó képzési nap. Ezen arról szól az egész program, hogy ismerjük meg önmagunkat. Megint csak meglepő, de azok az emberek, akik erre jelentkeztek és eljártak, meg eljárnak, azok most szembesültek azzal, hogy mennyire nem ismerik saját magukat. Nem csak személyiség problémák vannak, amik most feltárulnak és kitárulnak. Bizony volt olyan eset, amikor elsírta magát a résztvevő, mert rájött arra, hogy ő bizony rendelkezik olyan kellemetlen tulajdonságokkal, amik nem jók a közösségben. De elértük azt, hogy tegyen érte, hogy ezt a tulajdonságot átalakítsa, levetkőzze és jóvá tegye. Ez is nagyon nagy sikerű program volt, és a harmadik majd márciusban, de remélem addig még sikerül találkoznunk itt a tévénézőkkel, az pedig arról fog szólni, hogy a családoknál a mindennapi problémákat hogyan lehet megoldani. Ugye
Csak előzetesen kezd csinálóan, hogy jöjjenek minél többen erre. Erre is annyit említenék csak meg ebből, hogy a családoknál nagyon sok probléma abból adódik, hogy nem beszélik meg a problémát. Ugye nagymamám szokta mondani, de azt hiszem sokaknak a nagymamája is ezt mondja, hogy ne feküdj le, nem újjon el nap a te haragoddal. Tehát beszéljük ki azt a problémát, ami minket nyomaszt, és próbáljuk meg úgy lezárni a napot, hogy kibékültünk, hogy megértettük a másik gondját, és esetleg tudjunk még bocsánatot is kérni, ha rájövünk arra, hogy mi hibáztunk. Ezek és ezeknek a sokasága az, amiről az egész program szól, és azok a hetenkénti, kéthetenkénti, havonkénti klubnapok, amikor együtt vannak az emberek, mind arról szólnak, hogy ezt az együttműködést, ezt az összekovácsolást, ezt erősítsük meg. Ki koordinálja azt, hogy ezeken a programokon ki és hogyan vehet részt? Elég nagy stáb dolgozik ezen. Én a projekt vezetője vagyok, van szakmai vezetőnk, vannak olyan végrehajtók, akik besegítenek nekünk, három kis fiatal hölgy, akik kiváló szakemberek, van, akinek éppen 5 diplomája van, és természetesen az egész kistérségi vezetőség segít abban, hogy mindenkihez eljusson az információ. Nem utolsó sorban persze a Molnár TV, aki ugye közvetíti azt, hogy mi lesz, mi várható. Én azt szoktam mondani, hogy keressék meg itt a helyi vezetőket, például Szalainé Adélt, aki mindig meg tudja mondani, hogy a következő programra mikor, hol lehet jelentkezni, és én nagyon bízom abban, hogy egyre többen jönnek, bár mondom, most már ott tartunk, hogy bizony válogatni kellett, vissza kellett utasítani néhányakat, de azt hiszem, hogy ez az igazi sikerünk nekünk, mert ezek szerint valamit jól csinálunk. Azért említsünk meg egy programot, ez egy családi nap volt, egy szombati napon, amikor egy kicsit csapadékos is volt az időjárás, de azért a tétiek elmentek erre a rendezvényre, és hát jól érezték magukat. Valóban ezt kihagytam az egész program sorozatból, több ilyen családi napunk is lesz, konkrétan 5, különböző hónapokban, különböző helyszíneken. Ezeknek a családi napoknak is egyik legfontosabb része az, hogy a kicsiktől a nagyokig, az unokáktól a nagyszülőkig mindenki együtt legyen. Hát például az egyik ilyen családi napunkon ugye az unokák pucolták a zöldséget, készítették elő az anyagokat, az anyukák meg a nagymamák meg főzték a hagyományos ételeket, talán egy kicsit modernebb módon is, de együtt dolgoztak. És igenis ezt meg lehet csinálni, nem fordulhat akkor olyan elő, amit naponta tapasztalunk, hogy a fiatal ember már elvenné azt a kedves kis barátnőjét, de azt mondja mostanában a fiatal fiú, hogy majd, ha megtanultál főzni. Na most ez akkor, hogyha ilyen összekovácsolódás van, amikor az unokákkal együtt készíthetik el a napi vagy vasárnapi ebédet, nem fordulhat elő, mert ugyanúgy tudni fogja az unoka a nagymamától, és mi az igazán finom kaja, az, amit a nagymama főzött, és ha én ezt tovább tudom vinni, mint unoka, akkor igazán büszke lehetek arra, és mondhatom majd később azt az én gyerekeimnek, hogy a nagymama főztjét eszitek. És most jelenleg hol tartanak a program megvalósításában, hogyha időarányokat nézünk? Hát körülbelül az egyharmadánál tartunk. Ugye 18 hónapos a program, tehát még a jövő évben is bőven belenyúlik. Ezt szeretném, hogyha minden alkalommal, amikor valami nagyobb rendezvény van, akkor tudathatnánk a kedves tévénézőkkel, a lakossággal, mert ez az egyik módja annak, hogy eljussunk mindenhova. A másik módja, ami szintén nagyon fontos, és talán eddig eredményes is volt, az, hogy az emberek, akik már egy-egy programon részt vettek, azok elmesélik a többieknek, és akkor ők is jönnek maguktól. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szalai Lászlóné a Téti Kistérség Sokoraljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének vezetője elmondta, az elkövetkezendő hónapokban több érdekes programot szerveznek a téti családoknak. Hát ugye magát a programot a pesti szakemberek segítették megírni, és a megvalósításban is a háttérmunkát ők biztosítják. Az, hogy milyen programok készültek, az egy szükségletfelmérés előzte meg, hogy milyen programokat szeretnének a családok. És azért gondoltunk erre a szombatra, mert régen itt volt a búcsú téten,
és sok családnak nagyon hiányzik a búcsú fogalma, és azért próbáltuk éppen összerakni a családi napnak az idejét és időpontját erre a szombatra, amikor egy kicsit a búcsúnak a hangulatát is próbáltuk visszaállítani, mert akkor az emberek leültek egymáshoz, egymással, az egy asztalhoz meghívták a rokonokat, hívtak még más vendégeket is, és akkor együtt elmentek egy helyre, ami a településen belül volt, és annak a hiányát próbáltuk egy kicsit kompenzálni, plusz visszaállítani ezt a hagyományt. Hogyan tették ezt meg? Tehát ha fel lehet sorolni néhány programot? Hát volt réteses, amit hagyományként belekészítettünk, meg voltak hagyományos ételek, valamint hívtunk olyan előadót, olyan énekest, akinek a végzettsége lesz, és kimondottan olyan énekeket énekel, ami az ilyen generációs lehetőségeket biztosített, süt a mama kalácsot, meg ehhez hasonló kis közös dalokat ő maga is írja és elő is adja. Mellette pedig kis vonatozás volt a családoknak együtt, amire mindenki egyszerre felszállhatott a Ringis és a Körhinta helyett. Ezt meghirdették, bárki eljöhetett erre a családi napra, vagy megfelelően meghívók mentek ki, vagy önök személyesen megkeresték a családokat? Hát összeállt egy szakmai csapat, a civileket hívtuk össze, és akiket tudtunk, hogy együtt dolgoznak a családokkal, plusz a Facebookon keresztül folyamatosan napról napra hirdettük a programokat. Sajnos az esős idő egy kicsit elvette a kedvét az embereknek, de a kis vonatnak nem vette el a kedvét, úgyhogy ez 3-4-szer is fordult, ennek nagyon nagy sikere is volt. Hogyan tudják finanszírozni akár ezt a rendezvényt, vagy önmagában ezt a tevékenységet? Hát, egy pályázati forrásból finanszírozzuk, aminek a költségvetése nagyon szoros, és nagyon ellenőrzik, hogy mire tudjuk felhasználni. Jelenlétével, fényképpel és beszámolóval kell dokumentálni, hogy ezen a programon az emberek részt vettek. Ami még nagy öröm volt, hogy a kis vonatra a generációk ülhettek fel, tehát nagyon több idős is felült, és a nagymama az unokával, a gyerekek és fiatalok is kijöttek többen, akik szívesen voltak együtt, és maradtak is tovább, tehát nem csak a vonatra, hanem akkor leültek és együtt kézműveskedtünk, énekeltünk, meg ugráló választunk. A program hogyan tudja megvalósítani a generációkon és etnikumokon átívelő közös társadalmi szerepvállalás erősítését? Tehát hogyan lehet ezt lefordítani hétköznapi nyelvre? Hát ugye téten a többféle generációja együtt és többféle család, és én úgy látom, hogy a tétiek nagy békességben tudnak egymással élni, etnikumtól függetlenül a családok együtt, és azt látom, hogy akik igazi régi tétiek, ott a helyettesítő védelmet a nagyszülők tudják biztosítani. Az igazi problémák ott vannak, akik messziről költöznek, és család nélkül. Ugye ott a nagymamának és a rokonoknak a hiánya nagyon észrevehető, és ezek a programok azért segítenek ebben, mert megismerkedhetnek olyan egyedülálló vagy egyedül élő idősek és családok, akikből esetleg azt, amit szeretne a program létrehozni, hogy egymást segítik. És meddig tart ez a program? Ez 2020-ig, úgyhogy még nagyon sok idő van arra, hogy csatlakozzanak a programhoz. Köszönöm.